Hát sziasztok, srácok, lányok! Ez most egy kicsikét másfajta videó lesz, mint általában szokott lenni. Egy nagyon komoly és nagyon fontos dologról szeretnénk igazából beszélni veletek. A cím az egyáltalán nem clickbait, igazából azért készítem ezt az egész videót, hogy elmagyarázzam nektek, hogy mi lesz a jövőben, mi várható és mi fog történni velem, illetve a csatornával. El fogom hagyni az országot, illetve pontosabban, mint amikor ezt a videót nézitek, már nem Magyarországon vagyok. Most az a helyzet, hogy ez határozatlan időre van, és maximalizálva van, de majd ezt el fogom mondani igazából, ugyanis egy nagyon durva kalandba vágtam a fejszímet, egy nagyon komoly dologba, viszont az a helyzet, hogy nem mondhatok el még semmit róla konkrétan. Szóval én elmegyek Magyarországról, vissza fogok jönni. Nyugi, vissza fogok jönni. Ezért is volt az, hogy mondtam az utolsó videós találkozó, hogy ez az utolsó lehetőség, hogy találkozzatok velem egy jó darabig. Ugyanis videós találkozókat kellett lemondanom, az összes fesztivált le kellett mondanom nagyjából, amire mentem volna, és ez egy óriási fájdalom nekem, mint tudjátok, rengeteg ilyen bulira és fesztiválra szoktam járni, egyszerűen imádom őket, de ez egy olyan dolog, ami egyszerűen el sem hiszem még a mai napig is, hogy ez megtörténik velem. Nem sokára indulok a reptérre, és repülök el valahova, messzire, nagyon messzire, egy nagyon gyönyörű helyre, ahol igazából egy nagyon kemény megmérettetésben lesz részem, tulajdonképpen a hetek, hónapok alatt, ugyanis egy olyan dolog fog történni, amit még tényleg nem fogok fel, és nem tudom, hogy mit mondhatnék el ezzel kapcsolatban. A lényeg az, hogy vissza fogok jönni, videók lesznek, ugyanis nagyon-nagyon keményen dolgoztam, és beütemeztem előre egy csomó videót. Azt, hogy mennyi időre fogok elmenni, azt nem tudom megmondani sajnos, ugyanis ez nem tőlem függ, illetve nem csak tőlem függ. A lényeg az, hogy hát ilyen 2 hét minimum, inkább egy hónap minimum nagyjából, és hát konkrétan 2 hónap is simán lehet, vagy akár több is. Szóval, hogy nem vagyok benne biztos, hogy készültem nektek elég videóval, mert még nem számoltam össze a dolgokat, de egyszerűen dolgoztam ezerre, hogy legyenek videók. Szóval lesznek videók, viszont ezeket nyilván most vettem föl, és le lesznek maradva igazából. Szóval kijön egy új Time the Guys update, nem tudok róla videót csinálni. Kijön egy új Brawl Talk, kijön egy Brawl Stars update, ami kb. 3 hét múlva meg fog jelenni, nem lesz róla valószínűleg videó. Szóval ez egy nagy érvágás nekem, és így nem tudok az ilyen dolgokra frissen maradni, felkészülni, ráadásul magyarul például a Brawl Stars-ban contentet nem igazán csinál már senki, pláne sneak peekekről, szóval nem tudom, hogy kit fogtok tudni egyáltalán nézni, amikor bejön majd az új Brawl Talk. Én ajánlom a külföldi videósokat, Kyrosztályt, vagy OG-t, vagy sok mindenkit. Samsung-ban viszont például Hunter tudom ajánlani, nézitek ők nyugodtan az új update-ekkel kapcsolatban. Én is rengeteg Samsung-os, rengeteg Brawl Stars videóval készültem nektek, tehát rengeteg shorts videóval készültem nektek, hogy nem maradjatok természetesen tartalom nélkül. Nem lesz minden nap videó. Most egy darabig lesz még 1-2 gyakrabban videó, de nagyjából 2 naponta lesz videó, és amikor van, hogy shorts lesz ez a videó, akkor talán 2 shorts egymás után, vagy nem tudom még pontosan, hogyan találtam ki. De még az, hogy lesznek videók, készültem vele nagyon-nagyon sokat nektek, úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog nektek. Ezért tényleg mondjuk így fele-fele arányban lesz short, és fele-fele arányban normális videó. Szóval nagyon nehéz volt ezt így több hónapra akár is így előre szervezni, mert egyszerűen ilyenre nem tudtam felkészülni. Természetesen amint bármit elmondhatok nektek erről a kalandról, el fogok, sőt, látni fogtok mindent majd, szóval mi mindent látni fogtok, szóval forogni fognak a kamerák, minden menni fog, csak hát most nem beszéltek még erről a dologról nektek, hanem majd hónapokkal később, amikor ezt elmondhatom nektek, úgyhogy nagyon izgalmas lesz, nagyon sok mindenkinek nem mondtam el, hogy szinte senkinek nem mondtam, hogy mi ez az egész dolog, szóval ne is kérdezősködjetek fölöslegesen, fogadjátok el ezt az egészet, amint lehet, mindent meg fogok veletek osztani, srácok. Szóval nyugodjatok meg, mindenről tudni fogtok, és biztosítatlak titeket, hogy nagyon fog nektek tetszeni. Nagyon fog nektek tetszeni ez a dolog, mert én már egyszerűen izgatott vagyok, és mindjárt megyek a gépemmel, és repülök el a világ végére konkrétan. Tehát, hogy nagyon-nagyon komoly lesz. Remélem, hogy a videók tetszeni fognak, remélem, hogy ugyanúgy azért nem fog meghalni a csatornám, mert azért sajnos mostanában még kicsit lefele megy ez a YouTube csatorna dolog, hogy őszinte legyek veletek, de én tényleg mindent megtettem, úgyhogy várok és számítok a támogatásotokra, és remélem, hogy nem lesz ez nektek óriási kimaradás. De ugye ez azt jelenti, hogy nem leszek itt, hogy nem tudok foglalkozni ezekkel a dolgokkal, és egyáltalán nem fogok tudni videót készíteni, nem lesz internetem, ezt nem is mondtam még egyébként, szóval nem lesz internet hozzáférésem, nem fogok tudni Brawl Stars-ozni, nem fogok tudni számolgázozni, nem fogok tudni megkóstolni az új tutti juice-t, amire már hónapok óta várok konkrétan, hogy megjelenjen, tehát hogy nagyon-nagyon sok mindent nem fogok tudni, tehát nem lesz internetem, nem lesz nálam telefon, semmi. Semmi, de fel lesz vére felvételre, úgyhogy csak hát ezt nyilván nem egyedül fogom megtenni, úgyhogy itt nagyon izgalmasak lesznek a dolgok, de igen, nem lesz internetem, úgyhogy nem fog tudni a kommentekre válaszolni. Mindent beütöm ezek előre, és ennyi. Konkrétan lesz egy Samsung szponzorált posztom Instagramon, illetve holnap egy rövid videóm még, amiben így gyorsan elmondom a dolgokat. Igazából ott, ha támogatok, azt nagyon-nagyon szépen megköszönöm. Én nem is fogom tudni, hogy milyen statisztikák vannak. A hugomnak átadom konkrétan az Instagram oldalamat. Nem nagyon fog így válaszolgatni, de van egy pár dolog, amivel még készülök nektek. Például csináltam Csillivonattal egy videót, csináltam velem egy interjút, amit szívesen megosztanék, de én se a videót nem fogom látni, csak miután hazajöttem, se az interjút nem fogom látni, csak miután hazajöttem, de például Instán meg lesznek osztva ezek a dolgok. Szóval majd a minden social media felületemen igyekszem így nagyjából elmondani ezt nektek, hogy tudjátok, hogy mi a helyzet. Tehát a húgom fogja az Instagramomat kezelni, nem nagyon fog sok dolgot megosztani, csak hogyha valami fontos van. A YouTube-omat azt igazából senki nem fogja, remélem nem fognak feltörni, vagy nem mit tudom, én nem lesznek ilyen komoly problémák, úgyhogy... Úgyhogy remélem, hogy mindenre felkészültem, és remélem, hogy minden okéson fog menni. Ez nekem egy nagy fájdalom, hogy egyszerűen nem fog tudni veletek kommunikálni, nem fog tudni veletek beszélni, nem fog új videókat készíteni, és nagyon-nagyon fog hiányozni maga a videókészítés, meg ez az egész dolog, amit itt csinálok. De én úgy gondolom, hogy megéri, és bárcsak elmondhatnék nektek, srácok, mindent, de egyszerűen nem tehetem, mert egyrészt sokkal izgalmasabb, másrészt meg telén nem teltem sajnos. Úgyhogy így nagyjából ennyit szerettem volna ebben a videóban. Egyébként vannak még például új zsomacos kulacsok, nem tudom miért bögrét mondtak folyton, ami egyébként ilyen digitális dedikálás lesz rajta, ezeken még nincsen. Ez például a Zsomac Humbert tudjátok rendelni, a shop az persze működni fog. A Zsomac kóddal, hogyha bármelyik Supercell játékba vásároltok bármit, tudtok ugyanúgy támogatni. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki tényleg itt tesz. Tudtok lájkolni a videóimat, feliratkozni, benyomni a csengőt, kommentelni, igazából megosztani a videókat, tehát ezek mind óriási nagy segítség nekem igazából, amíg nem vagyok itt. És szerintem ez, hogy így eltűnnek egy csomó időre, ez egy csomó ilyen első reakció videót fogok tudni, mit tudom, megnézem mondjuk másfél hónap után a Brawl Stars-os, vagy 2 hónap után, vagy megkóstolom a Tutti Juice-t, amikor mindenki megkóstolta, vagy érted, tehát hogy azért ebből lesznek jó lehetőségek szerintem, illetve mint említettem, mindent látni fogtok igazából, mindenről lesz tartalom, minden, amit megmutatok nektek, az meg lesz mutatva, csak nem most, úgyhogy... Ez nem tudom, hogy fogjátok fogadni, a kommenteket még el fogom tudni olvasni ez alatt a videó alatt, tehát hogy nem egyből kezdődik el ez a kaland, hanem egy kicsi pár nappal később, most már nem nagyon leszek aktív a social médián, igazából, szóval erre nem tudtok számítani, a majdnem 1 éves bírja streakem is el fog menni, pedig több mint 1 éven keresztül folyamatosan minden nap raktam ki bírját, és ez meg fog szakadni, de nem baj, ez van, sajnos, ezt kell szeretni, úgyhogy találkozunk majd igazából a következő videókban, velem személyesen majd sokára, jó sokára igazából, úgyhogy köszönöm szépen, srácok, hogy itt vagytok, és hogy ezt az egészet csinálhatom, és tökre örülök, hogy tudtam előre készülni nektek már egyszerűen ezt. Nem bírtam volna ki azt, hogy nem készülök előre, és nem akartam, hogy meghalljon a YouTube csatornám, azt sem akartam, hogy tartalom nélkül maradjatok, úgyhogy nyugi, lesz tartalom, lesz minden, csak nem annyira sok, mint általában szokott lenni, és nem annyira friss dolgokból, úgyhogy ezt kellek, bocsássátok meg nekem, meg pár azért könnyebb videót, sok könnyebb videót vettem azért föl, hogy tudjak azért készülni nektek minél több tartalomban, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm tényleg, hogy itt voltatok és velem vagytok, és remélem, hogy velem lesztek addig is, amíg én nem leszek itt. Úgyhogy például a Brawl Stars kalandba ki fogok lépni a kiskarimmal, a nagykarimmal nyilván bennmaradok, de hogy nem fogok tudni játszani a játékkal egyáltalán. Csatlakozzatok a klánomba, ide kirakom a klánomat, mert most éppen tagfelvétel van, úgyhogy gyertek, várjuk mindenkit nagy szeretettel a klánomba. A Zsomac_Cooksra is megpróbálok pár videót feltölteni, de ott is elég kevés tartalom fog érkezni oda, abban biztos vagyok. Úgyhogy, ja, én ennyi lettem volna mára. Igazából holnap még egy kis sorcba találkozunk, aztán jönnek majd a ritkábban, de jönnek a videók. Úgyhogy legyetek jó srácok, vigyázzatok nagyon magatokra. Én nagyon várom, majd mindent megoszthassak veletek, és hát akkor találkozunk holnap a következő videóban, aztán pedig majd az előre felvett videókban. Nagyon fura lesz. Nagyon frö lesz, és most mondom el utoljára azt, hogy sziasztok srácok, lányok. Úgyhogy utoljára is. Sziasztok srácok, lányok. Még találkozunk. Ciao, ciao.